Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, szeptember 9-én. A hold a mai napon a plejádok hatása alatt áll. Erről mindig beszámolok, amikor egy égi kapu nyílik. Egy égi kapunál, ami földünk, van ebben az energiatérben, de a mai napon ez más, mert a mai napon a hold veszi át ezt az energiát, és továbbítja nekünk. A plejádok azok az Atlasz Istennek a lányai, testvérek, és sírnak. Ezek lehetnek valóban könnyek a mai napon, és sírunk, mert szomorúak vagyunk, vagy sírunk valaki miatt, de ez a könny lehet az öröm könnye is, amikor nevetünk, és így folynak a könnyeink. Amit ez velünk közöl, mi döntünk. Milyen irányba tekintünk. A mai napon Mars bolygó megáll. Megállnak az események, különösen a férfiaknál. Sokan azt gondolják, most nem megy tovább. Holnaptól a Mars bolygó visszatekintő lesz, és ez utal a múltra. Valaki visszatér a múltból, vagy valaki gondol rátok. De ez a visszatekintés azt is jelentheti, hogy fáradtak, kimerültek vagyunk, vissza kell, hogy húzódjunk. A mai napon a Hold és Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban van, egy úgynevezett szextil aspektusban, és ez kellemes. Mivel a Hold és Vénusz bolygó mindkettő a nőies energiát szimbolizálja, az egyik az anyai érzéseket, ez a hold energiája, a másik pedig kihat a szerelmi élet területére, ez pedig a Vénusz energia. Itt a középpontban a család áll, a biztonság érzete és az anyagi dolgok. Ezt kell, hogy most lerendezzük. Mindkettő fontos. A biztonság érzete a párkapcsolatban, a családban, és az anyagi biztonság. És ez volt a felvételem, mi szó is, szeptember 9-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!